Reggel 8-tól délután 6-ig kell a nappali melegedőknek nyitva tartani, az éjjeli menedékhelyeknek pedig este 6-tól reggel 8-ig kell ellátni a rászorulókat. Ez tartalmazza az az új törvény, amely október 15-én lépett életbe. A változás azonban problémákat okoz az intézményeknél. Erről Laborci Géza, az Oltalom Szeretett Szolgálat intézményvezetője beszélt 35 perc című műsorunkban. A fő probléma az, hogy ezt országosan egybe azt mondták, hogy reggel 6-8-tól délután 6-ig kell a nappali melegedőnek, és este 6-tól reggel 8-ig az éjjeli menedékhelynek. Nem azt mondták, hogy a egy-egy településen a szolgáltatók kötelesek a folyamatos nyitvatartást, és a helyi sajátosságokat figyelembe lehet venni, hiszen mi már most is a helyi sajátosságok figyelembe vételével tulajdonképpen... 0-24-et tudunk biztosítani. Úgy, igen, de úgy, hogy reggel 8-tól délután 4-ig van nyitva a nappali melegedő, és elmennek a másik helyre, és ott már fogadja őket a rendszer. És mondjuk téli viszonyok között ez teljesen életszerű, hiszen délután 4-kor már sötét van. Így van. Már most az őszi időszakban azt tudom mondani, hogy 2-3 óra körül az ellátottak elindulnak az éjjeli menedékhelyre, hogy még világosba odaérjenek. Most fölveszünk 2,5 embert arra, hogy körülbelül 3-6 óráig malmozzanak a nappali melegedőn, az üres épületben, amire 99%-ban nem lesz kihasználva. Az Oltalom Szeretett Szolgálat körülbelül 500 millió forintból gazdálkodik éves szinten. A változáshoz több munkaerőre lesz szükség, ami pluszköltséggel jár majd a szervezetnek. Én azt gondolom, hogy ennek van egy elvi része, amelyik nehézséget okoz, hogy nem a hajléktalanokat, hanem a kiváltó okokat kellene megszüntetni, és alapvetően azt gondolom, hogy ebben az egészben, ami egy nagyon komoly társadalmi jelenség, hajléktalanság, itt senki nem tud egyedül eredményt elérni, hanem csak egymásra figyelve lehet. Nagyon komoly összefogás. Összefogás, így van. A törvényhozás, a kormányzat, a szakma, az ellátók, a civil szervezetek, a társadalom. Ez egy bonyolult, közös játék, ha szabad ezt így neveznem. Tehát a szociális háló az így alakul ki, és hogyha ehhez egyoldalúan bárki hozzányúl, akkor az nagyon rossz irányokat indít el. Laborci Géza hozzátette, mindenki egyetért abban, hogy ne legyenek hajléktalanok az utcákon. Az Oltalom Szeretett Szolgálat intézményi keretek között körülbelül 300 embert lát el Nyíregyházán. Ehhez képest körülbelül 20-30 ember van az utcákon, így a helyi helyzet nem rossz ebből a szempontból. Az életbe lépett új szabályozás csomag tiltja az életvitelszerű utcán lakást, azaz az utcai hajléktalanságot. Már nem csak az önkormányzat által kijelölt területeken nem tartózkodhatnak hajléktalanok, hanem egyetlen közterületen sem. Az új szabály szerint első körben közérdekű munka szabható ki a hajléktalanra, de ha ezt nem vállalja, elzárás jön. Az a probléma, hogy azok, akik már az utcán élnek hosszú ideje, azok legtöbbször már annyira leépült, vagy valamilyen szenvedélybetegség, vagy valamilyen pszichiátriai betegség következtében leépült emberek, akiknek már nem az a reális látószögük, mint nekünk. Tehát ők nem is értik. Nem tudnak közösségben együtt élni. Nálunk is vannak olyanok, akiket nagyon nehezen tudunk az ellátórendszerben kezelni, mert egyébként mondjuk pszichiátriai betegek, de amióta megszűntek a pszichiátriai intézetek, azóta ezek nálunk vannak. Ez nem szociális kérdés csupán, hanem ez már egészségügyi kérdés is. Az ellátottak számára saját kulcsos szekrényt biztosítanak az Oltalom Szeretett Szolgálatnál. Így nem az a probléma, hogy nem érzik biztonságban értékeiket az ellátottak, sokkal inkább az együttélés szabályait nem tudják, vagy nem képesek sokszor betartani, tette hozzá Laborci Géza. Erőszakkal pedig senkit nem lehet ellátni. A szociális munka lényege ugyanis, hogy egy bizalmi kapcsolat alakuljon ki az ellátó és az ellátott között. Ez az új szabályozás pedig nem segíti ennek a kapcsolatnak a kialakítását.